Lenézd már magad, úgysem tudjuk meg, hogy mi is történt valójában. De mi? Mi lenne, ami ez is? No, ott van, elteket nyugalom. Én mit jelnék? Most megint kis irányolok? Semmit! Csak sokat tudom másodnak az életedért, emlékszem. Tudom, Franciska, de mit tehet? Megkerülünk! Könnyű azt mondani, de Márton nem kérő, könyörök már. Ha Milagos azt számoltam, hogy bizony folytogatta Mártot, és te csak nézted, nem csináltál semmit. Pedig megesküdtél, megígérted nekem, hogy nem hagyod, hogy bajnik essen, emlékszel? Bizony, én kelletlen ember, én sem kezdelem őt, de azért egy kicsit túlzás ez megmondom. Bizony, azt mondta, hogy sok mindent tartozik neki Márton, és Bizony gonosz, mindenre képes. Franciska, hagyja szám! De rossz, hogy ez hibál nekem! Le kéne feküdni az elgát, így akkor. Semmi bajom! Tudom, de az ideget. Azt hitted, hogy megőrültem, mi? Nem bírom már, így van az állandó pácsolgatást. Nem, de hogy is csak félek. Félkelek! Egy mentő nő, akiért állandóan aggódni kell, fekintjünk! Hagyd ezt, apa, nem bírom elviselni! Hát ebben! Végre bevallod, ha nem bírod elviselni! Hogy csak szállalomba vagy velem! Azon az éjszakán meg kellett volna hallnunk. Akkor legalább nem lenni hozzállam szóba. Az Isten szerelmére hagyd ezt abba! Adj hálát az Istennek, hogy itt vagyunk mindketten!